Sziasztok, itt vagyunk a Kurdi Általános Iskolában, és nagyon sok nagyon aktív iskolában voltunk ma, de a kurdiak kiemelkednek mindközül, mert ők már tavaly is versenyeztek velünk, és idén kettő csapattal indultak. Itt áll mellettem Farkas Sándor, az intézmény igazgatója. Üdvözlöm! Tavaly, szép napot kívánok! Tavaly, amikor először hallottak a versenyről, akkor mi volt az első gondolatuk? Hát, hogy meg kell próbálni mindenképpen, mert hát nagyon sok hasznos információ. Gyerekeket meg könnyű volt tavaly is, most is motiválni, mert hát ők úgy gondolták, hogy ez egy ilyen laza nap lesz, de most már azért mondom, látszik, hogy fáradtak. Igen, éppen ezt akartam kérdezni, végül mennyire lett laza, hogy látja, mennyire izzasztja meg a gyerekeket a verseny? Hát most vagyok volt pontom. Tehát igazából sok és nagyon változatos feladat van, tehát elég sok mindent meg kell mozgatni, tudásból, mindenből, és most egy picit fáradtak, de hát nem adjuk fel, megyünk rendületlenül előre. Hogyan ő látta a tavalyi feladatsort is, látja az idejét is, hogyan értékeli nehézségben? Igazándiból tök jók a feladatok, nagyon klasszak, ötletesek. Nagyon jó, hogy egy éve van a tavaly is úgy volt, hogy föl volt építve egy kerettörténetre. Nem készültünk eléggé, tehát nekünk ilyen technikai problémáik voltak például, hogy nem készítettünk elő fényképezőgépet, vagy például a filmvágáshoz megfelelő számítógépet, úgyhogy mi most elég sok időt ezzel elvesztettünk, de ha lesz jövőre, akkor már tudjuk, hogy fényképezőgép, movie maker, ezek kellenek. Tavaly a másodikak lettek, és mi ott voltunk a díjátadon, de mégis milyen érzés az a gyereknek? Elég szépen, elég nagy értékű ajándékokat kaptak. Igen, és nagyon örültek neki a gyerekek. Nagyon jó volt, és a tavalyi csapatkapitány fiú, hát egy kicsit ilyen problémás magatartású srác volt, és nagyon jó volt látni, hogy összekapta a csapatot, és utána, amikor elmentünk a Vájba, és volt az átadás, akkor utána pedig azt mondtuk, hát ez egy ilyen nagyon, tehát ő jól komoly felnőttnek érezte magát, hogy hát most ott díjat kap, úgyhogy nagyon jó hatása volt, nagyon tetszett nekünk. Ennek nagyon örülök, amit mond, mert ugye a versenynek ez az egyik célja, hogy valamilyen módon a felnőtt élet felé, a szakképzés felé terelje a gyerekeket. Mi a titkuk egyébként? Mind a két csapat rettentően egyben van, éppen ezt beszélgettem itt az előbb az egyik csapattaggal. Én azt gondolom, hogy miután mi egy kisiskola vagyunk, mi óhatatlanul együtt vagyunk mindig. Tehát nem csak az osztályok vannak együtt, hanem hát itt a körülnéz, akkor gyakorlatilag 5 évfolyam, viszonylag kis helyen. Ez nálunk ez egy ilyen teljesen természetes dolog, hogy egyben vannak a gyerekek, és hát elég sok olyan módszert használunk a pedagógiai munkánkban, ami csapat építő jellegű csapatfeladatokat kell a gyerekeknek csinálni, projekteket, mert hogy majd a való életben is azért ők valahol egy munkahelyen, egy csapatban fognak együtt dolgozni. Tavalyi második helyezés után mi az idei cél? Az, hogy jól érezzük magunkat. Az összes többi az már csak hava tortál. Igazgató, ez egy gyönyörű szép végszó volt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a segítségünkre volt. Mi is köszönjük szépen a lehetőséget, és köszönjük a szervezőknek ezt a sok munkát, amit beletettek. Köszönjük neki mi is, hiszen nekünk is remek programot csináltak. Közben én visszafordulok a kamerához, és még egyszer elköszönök, de még mindig nem utoljára, mert még jelentkezünk hamarosan másik helyszínről. Kövessetek minket továbbra, és sziasztok!